A rendőrség és a tűzoltóság tartott egy flashmobot tegnap, azaz szerdán a Deák téren, ahová kistábunk is kilátogatott. Lássuk, hogy milyen élményekkel lettek gazdagabban. Ilyen 1910-es egyenruhában reklámozzák itt a Deák Ferenc téren az április 26-án megtartandó rendőrnapot, ami ugye a Városligetben lesz most szombaton. Rendőrök, illetve a tűzoltók vonultak fel zenekarjaikkal, és hívták fel a figyelmet a Városligetben szombaton megtartandó rendőr, illetve tűzoltó napra. Immáron negyedik alkalommal lesz ez a nap megtartva, ahol különböző programokkal kedveskedünk a látogatóknak. Ezentúl szeretnénk ezt folyamatosan csinálni, illetve ebből hagyományt csinálni, úgyhogy minden évben tervezzük, hogy rendőrnap legyen, és ez most egy ilyen flashmob volt tulajdonképpen ennek a felhívására. Hogyan jött az ötlet, mármint a flashmob ötlete? Az egyik kollégánk találta ki ezt, hogy jó lenne így felhívni az emberek figyelmét az idei rendőrnapra, és ez alapján, az ötlet alapján valósítottuk meg. Sok szeretettel várjuk a kedves látogatókat a Városligetbe 26-án. Különböző programokkal szeretnénk minden látogatónak kedveskedni. Kutyás rendőrbemutatót tart a Budapesti Rendőrfőkapitányság, a Készenléti Rendőrség lovas rendőrei is programokkal kedveskednek, illetve bemutatóval az odalátogatóknak, valamint bűnmegelőzési kreszteszteket lehet kitölteni. A nap folyamán számos gyermekprogrammal is készülünk. A gyermekek beülhetnek a rendőrautóba, egy kör tehetnek vele, a motorokra is felülhetnek, arcfestés is folyamatosan lesz. Az iskolásoknak is szeretnénk kedveskedni, megtudhatják, hogy ők hogy lehetnek rendőrök, úgyhogy számos programmal várjuk a látogatókat. Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Rendőr. Rendőr. Még nem tudom. Istenem, de aranyos, aki mindig is rendőrcipő szerettem volna lenni, mert akkor bárkit segbe rúghatok. Nézzük kicsit utána ennek a történetnek. A Magyar Rendőrség napja a kormány határozata alapján 1992-től Szent György napján, április 24-én rendezik meg Magyarországon a Rendőrség napját. Ezen a napon kapnak érdemeik elismeréseként jutalmat, kitüntetést ennek a szakmának jeles képviselői. Hát bízunk benne, hogy mindenki megérdemli azt, amit kap. Most pedig lássunk egy pár ingyenséget a Magyar Rendőrség elmúlt egy évének legcsodálatosabb pillanatairól. Íme az első. A rendszámtalan arctalanság. A rendőrség oly ritkán nyakon csíphető szelebordiságának egyik remeke. Az esztergomi rendőrök szemtanúkat kerestek, de hogy picit megnehezítsék a feladványt a civil ember számára, kitakarták az autó rendszámát, itt csak a gépkocsit vezető telefonáló úr feje alapján lehet tippelni. Ez meg olyan homályos, mint egy yeti. Csodálatos pillanat. Íme a következő. Visszaadott dolgok. Különös új trend alakult ki a magyar rendőrök körében. Elkezdték lefényképezgetni, ahogy a mindenféle ellopott holmik visszakerülnek jogos tulajdonosaikhoz. A koncepció hibátlan, a megvalósítás tökéletes, az összkép felejthetetlen. Íme a következő. Lovas kocsit üldöztek a rendőrök. Az igen. Autós üldözések terén ugyan van még hova fejlődni a magyar rendőrségnek, ezúttal azonban sikeresen lekapcsolták a fatolvajokat. Mi van a negyedik? Álca ruhák. A rendőrség még januárban írt ki közbeszerzést terepmintás és álcázó ruházatokra, így lehetővé téve nagyjából 500 rendőr jövőbeli rejtőzködését. A projekt valószínűleg sikeresen lesz.
A projekt valószínűleg sikeresen lezajlott, az 500 rendőrt azóta se látta senki. Mi van az ötödik? Adatfeldolgozó központ. Felavatták a rendőrség közigazgatási adatfeldolgozó központját Vásáros Naményban. Közölte februárban az MTI, a képen is látható adatfeldolgozó központ önmagáért beszél. Most már nyugodtan alszom, és az utolsó, ez a kép. Ezt a címet kapta. Aki sokat markol, keveset fog, tartja a mondás. A rendőrök sok vadkendert markoltak, mégis sikerült valahogy elintézniük, ezzel fityiszt mutatva a közmondásnak, hogy sokat is fogjanak. Az igen? Az igen, hát azt érezzük meg, hogy ugye az alkoholnál is el szoktuk mondani minden alkohollal és narkotikumonnal, csak óvatosan, vagy se, vagy se. Személyes üzenetem egyébként a rendőrei számára az, hogy keményen csapjatok oda, kivéve, ha nem rólam van szó. Jó, ez volt már a rendőr témakör.